1956-os kerületi képekből és hozzájuk illő személyes visszaemlékezésekből nyílt kiállítás a Városháza galériájában. A Tomori Lajos Múzeum helytörténészei készítették a tárlatot. A fotók mellett álló szöveges részek mind-mind olyan emberek elmeséléseit tartalmazzák, akik részt vettek a forradalom eseményeiben, vagy csak éppen ott jártak. Ezek a visszaemlékezések a legtöbb esetben nem történelmi tényeket taglalnak, hanem személyes benyomásokról tanúskodnak. A Fröhlich Pékség táblón van két szöveg, ami engem nagyon megragadott. Az egyik az arról szól, ugye a Farkas Lóránt nevű résztvevő emlékszik vissza, aki akkor egy fiatal ember volt, arra, hogy volt az iskolában egy lány, akinek a lányok között talán a legjobb lába volt, és hogy ez a lány éppen ott volt a Fröhlich Pékségnél, amikor megtörtént a becsapódás, megtörtént a tragédia, és őnek éppen a szép lábát érte ez a lövedék. A kiállítás megnyitójára eljöttek a piros iskolások. Számukra kis feladatsort állítottak össze a helytörténészek. A diákoknak térképeket, fényképeket és hozzáillő történeteket kellett összepárosítaniuk. Hol álltak a barikádok, hol döntöttek le kommunista szobrokat a forradalmárok, és kik voltak azok, akik személyesen is részt vállaltak a 18. kerületi harcokban. Nagyon érdekes, hogy így milyen dolgok történtek a kerületünkben, hogy például milyen bombázások voltak, vagy hol építettek barikádokat. És amikor itt körbejártad ezt a kiállítást, melyik részed volt az, ami a legközelebb állt hozzád, ami nagyon megfogott? Hát ugye egyrészt nagyon megfogott, amikor az iskolámat láttam lebombázva régen. A másik, ami pedig érdekes volt, ez a Kossuth tér és környékének a története. A Városháza galériájában az 1956-os kiállítás október 17-éig látható. És a nem sokára induló www.18-1956.hu internetes oldalon bármikor megtekinthetőek lesznek a Pesszent Lőrinc Pesszent Imre forradalmi eseményeiről készült képek és visszaemlékezések.